Szabadtéri Oktatás országszerte is különlegesnek számító Open Air tantermet adtak át a Vécseiben. Tudományos konferencia, a Magyar Neuroimmunológiai Társaság 5. kongresszusának adott otthont a Nyíregyházi Egyetem. Trianon Nyíregyházán az első világháborút lezáró békeszerződés magyarországi ratifikált változata először a József András Múzeum új kiállításán látható. Open Air, vagyis szabadtéri tantermet adtak át a nyíregyházi Móri Zsigmond Általános Iskola Vécsei Károly tagintézményében. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Az új tanterem bemutatásával és átadásával vette kezdetét a Vécsei Hét az iskolában. A 28 fő befogadására alkalmas tanterem nem csak megye, hanem országszerte is ritkaságnak számít. Ennek kialakítását a LEGO Alapítvány helyi közösségi szerepvállalási programja támogatta. Világunk hétköznapi csodái címmel matematika és természettudományok tematikájú közösségi szerepvállalási napot szervezett a LEGO a Vécseiben. A gyár alapítványa 10 túrakerékpárt és több mint 120 doboz fejlesztő és kártyajátékot adományozott az intézménynek, valamint támogatta a pénteken átadott Open Air tanterem kialakítását. Az Open Air tanterem, ahogy ez itt a hátam mögött is látszik, egy tanterem a szabad térben, a szabad levegő alatt. Az ötlet onnan jött, hogy Törökországban voltam egy tanulmányúton, ahol a program szerint egy Open Air múzeumba látogattunk el. Nem nagyon tudtam, hogy mi lehet ez, aztán végül, amikor odaértünk, kiderült, hogy hát nem kell nagy turpisságra gondolni, egyszerűen csak szabadtéri formák, képződmények, a helyi adottságok voltak kiállítva. Ekkor jutott eszembe, hogy milyen jó lenne, hogy egyszerűen a tantermet kintre hozni, és hát szerencsére a LEGO vállalat közreműködésével ez meg is valósult. A vécsei új szabadtéri tantermét az intézmény 13 osztályában tanuló 250 diák használhatja majd. A LEGO támogatásán kívül az intézmény nyert a Fő az Egészség című pályázaton is. Ezekből finanszírozták a kültéri tanterem kialakítását. 28 fő befogadására alkalmas, táblával és tanári asztallal is rendelkezik. Az benne szerintem a legjobb, azon kívül, hogy a szabadtéren van, hogy 4 fős asztalokat készítettek nekünk. Ez azért jó, mert kooperatív munkaformák megvalósítását teszi lehetővé. Ez manapság azt gondolom nagy érték. Ha a gyermekek, az emberek megtanulnak egymással együttműködni, az a társadalom számára igen hasznos. Az intézményben pénteken kezdődött el a Vécsei Hét. A továbbiakban például család, egészség és pályorientációs napot, labdarúgó bajnokságot, főző és tanulmányi versenyt is szerveznek az iskola tanulói számára. Közel 10 000 embert érinthet Magyarországon a szklerózis multiplex. Az autoimmun betegség kezelésének terén a közelmúltban tudományos áttörést értek el a szakemberek. Erről az életminőséget javító új terápiás lehetőségről is szó volt a Magyar Neuroimmunológiai Társaság 5. kongresszusán a Nyíregyházi Egyetemen. A Magyar Neuroimmunológiai Társaság 2014-ben alakult, így még fiatal társaságnak számít. Azonban ez egy viharos gyorsasággal fejlődő szakterület. Ezért is tartanak minden évben egy nagyszabású kongresszust, amelynek keretében a legfrissebb szakmai információkat osztják meg egymással és az érdeklődőkkel a szakemberek. Volt szó egy kitűnő előadásban a úgynevezett immun eredetű agyvelőgyulladásokról, amik eddig teljesen egyértelmű, a többségük halálos betegség volt. Ma már ismerjük ezeket, néhány éve ismertük meg, hogy vannak egyáltalán ilyen betegségek. És ma már kezelhetők ezek a betegségek, amelyek néhány évvel ezelőtt még vagy halállal végződtek, vagy súlyos elbutulással. Ezek egy része ma már gyógyítható. Erről volt szó például, hogy nem gyakori betegség, de már gyűlnek a tapasztalatok Magyarországon, és évente századnagyságrendben kellene ilyen betegnek előfordulna Magyarországot. A kongresszus fő területe mindig a vezető betegség, vagyis a szklerózis multiplex, amely a legnagyobb létszámú betegcsoportot jelenti. A központi idegrendszer gyulladásos autoimmun megbetegedések közel 10 000 embert érinthet Magyarországon. Főleg 20 és 40 éves kor között jelentkezik, és az előfordulása a nőknél 3-szor gyakoribb, mint a férfiaknál. Az elmúlt másfél évtizedben sokat fejlődött ennek diagnosztikája, és új terápiás lehetőségek is megjelentek. Az MRI rendszeresen bevezetése követ, hogy a likvor diagnosztika, tehát az agyfolyadék, a lumbálás követően kapott agyfolyadéknak a precíz analízise, újabb
adatot ad a klinikai tünettan mellett arra, hogy valójában milyen betegségről van is szó. Azaz elfogalmazódott meg, hogy a betegeket mielőbb el kell kezdeni kezelni, nem nagyon szabad várni. Attól függően, hogy a betegnek milyen a súlyossága és az előbbi adatok, tehát részben a klinikai állapota, az MRI vizsgálat során kapott eredmény, egyértelműen ad, az orvosnak támpontot ad, hogy milyen erősségű gyógyszerrel kezdje a kezelést. Az elmúlt években olyan nagy hatékonyságú gyógyszerek és módszerek váltak elérhetővé, amelyek nagyon jó lehetőséget biztosítanak arra, hogy a betegek jelentős része hosszabb ideig, akár 3 évig is viszonylag jó állapotban legyen. Egy ilyen kezelés azonban akár 15 millió forintba is kerülhet. A trianoni békeszerződés magyarországi ratifikált változata is látható a Jós András Múzeum új kiállításán. Az első világháborús emlékeket felvonultató tárlaton a korabeli dokumentumokon kívül emléktárgyak, jelvények, bögrék, tányérok és egy nyíregyházi huszár egyenruhája kapott helyet. A kamara kiállítás november 18-áig tekinthető meg. Az Észak-Amerikai Egyesült Államok, a Brit Birodalom, Franciaország, vagy éppen Kuba, Nicaragua és Siam is szerepel azon hatalmak között, melyek aláírták 1920-ban az első világháborút lezáró békeszerződést. Az eredeti dokumentumot Franciaországban őrzik, a Magyarországon ratifikált eredeti változatot elsőként a nyíregyházi Józsa András Múzeumban állították ki. Egy kötet az teljes francia szöveg, a másik kötet pedig tükörfordításban franciául és magyarul található. 360 oldalas maga a dokumentum, és az 1921. évi 33. törvényciknek a ratifikált változata, amit maga Horthy Miklós kormányzó úr és Bethlen István miniszterelnök úr írt alá. A trianoni szerződés értelmében az osztrák-magyar monarchia felbomlott, és ennek következményeként Magyarország területe 283.000 négyzetkilométerről 93.000-re, lakossága 18,2 millióról 7,6 millióra csökkent. A magyarság harmada, mintegy 3,2 millió ember az új határokon túlra került. A békeszerződés Szabolcs-Szatmár-Bereg megye későbbi létrejöttére is hatással volt, a régió és Nyíregyháza pedig jelentős gazdasági károkat szenvedett a határváltozások miatt. Nyíregyháza elvesztette a vonzás, a piaci vonzás körzetét, elvesztette a kárpátaljai régiót, elvesztette a Partiumot, ahol a vonatközlekedéssel együtt az emberek is jöttek, mentek, cserélték az árukat, az ipari nyersanyagok is ezen az útvonalon, ezen a két úton futottak be ide Nyíregyházára, most ezt a határ megszakította. A múzeum új kamara kiállításán a két dokumentumon kívül első világháborús emlékek is láthatók, köztük az intézmény idei új szerzeménye, egy korabeli nyíregyházi huszár egyenruhája. A tárlat ezúttal nem egy, hanem két hónapig, november 18-áig látogatható. Humoros matematika, rákkutatás, DNS tesztek, többek között ilyen előadásokat hallgathattak meg a diákok a kutatók éjszakáján a nyíregyházi Zrínyi Ilona gimnáziumban. A kutatók közérthetően és interaktívan vezették be a fiatalokat egy-egy tudományterületbe, ezáltal próbálták vonzóvá tenni számukra a kutatói életpályát. Idén az országban két napon keresztül több mint 2600 programmal várták a diákokat a kutatók éjszakáján. Hát egy nagyon egyszerű megoldás, hogy a diákoktól, bármilyen igazából tanálnak, rosszul a feladatot, mert nem azt kell, hogy... Humorosan közelítették meg a matematikát ezen az előadáson a kutatók éjszakáján, a nyíregyházi Zrínyi Ilona gimnáziumban. A cél itt is az volt, hogy a diákok szórakoztató és vonzó módon találkozzanak egy-egy természettudományos területtel. Azért tartom fontosnak, mert nagyon sok diák az órai anyaggal, mivel néhány anyag nagyon száraz. És ha eljön egy ilyen rendezvényre, meglátja azt, hogy érdekes is lehet egy bizonyos tantárgy, és lehet, hogy más szemmel fog ránézni, és utána sokkal jobban fog érezni az órákat is, és rá fog jönni, hogy nem olyan nehéz azáltal, hogy meg lehet oldani játékosabban, vagy érdekesebben az egészet. A diákok a matematika mellett elismert kutatóktól hallhattak hétköznapi nyelven előadásokat a rákkutatásról, a DNS tesztekről, az őssejttárolásról, vagy éppen a véralvadásgátlásról. Körülbelül 10 évvel ezelőtt kezdte el az intézménye a kutatók éjszakájának a szervezését.
Elsősorban azért, mert nem engedheti meg minden diák magának, hogy valóban elmehessen egy kutatóintézetbe, és ott belelásson abba, hogy milyen is egy természettudományos munka. Másrészt pedig azért, mert igyekszünk közel hozni a diákokhoz azokat a természettudományos kutatásokat, amelyek valóban érdeklik őket, és így igyekszünk mindenképpen arra törekedni, hogy lehetőleg az intézmény volt diákjait hívjuk vissza ilyen esetekben. A kutatók éjszakáját 2005 óta rendezik meg Európában, minden év szeptemberének utolsó pénteki napján. Magyarország 2006-ban csatlakozott a kezdeményezéshez. Célja, hogy az interaktív előadásokon keresztül vonzóvá tegyék a kutatói életpályát a diákok körében. Idén először két napon keresztül várták a szervezők a fiatalokat Magyarországon, összesen 260 helyszínen, több mint 2600 programmal. Tuzson János botanikus akadémikusra emlékeztek pénteken a Nyíregyházi Egyetemen. A tudományos konferencia célja az volt, hogy az ország arborétumai és botanikus kertjei közös összefogással egy pályázatot nyújtsanak be a sivatag növényeinek védelméért. A rendezvényen a világhírű botanikus dédunokája, Tuzson Bence államtitkár a környezettudatos nevelés fontosságát emelte ki beszédében. A biológiai világ sokszínűséget árul elénk a Nyíregyházi Egyetem Tuzson János botanikus kertjében. A sóstói erdő szomszédságában 5,6 hektáron több mint 2500 növényt ismerhetnek meg az ide látogatók. A világ három mamutfenyőjével és rózsakerttel is büszkélkedhet a kert, a pálmaházban pedig az idegen tájak növényei kaptak helyet. Az egyetem botanikus kertje megalakulásának 30. évfordulóján vette fel dr. Tuzson János botanikus akadémikus nevét, aki Szabolcs-Szatmár-Vereg megyét botanikai szempontból európai hírűvé tette. Halálának 75. évfordulója alkalmából tudományos konferenciát szerveztek a Nyíregyházi Egyetemen. 2002-ben vettük föl a nevét, és azért, mert megyénkben Bátorligetet ő fedezte fel az ott élő jégkorszakból visszamaradt növényvilágot, és tulajdonképpen megyénket botanikai szempontból ő tette európai hírűvé. Ez az elsődleges célja a konferenciánknak. A második része pedig fontos lenne most összefogni az ország arborétum botanikus kertjeinek, hogy egy olyan pályázatot tudjunk beadni, amiben van egy növénycsalád, a sivatag növényei, akik szenvednek, és hát megpróbálunk itt most megbeszélni a kerteknek az életéről, problémáiról dolgokat, hogy miben tudunk egymásnak is segíteni, illetve tudnak nekünk esetleg segíteni. A konferencián kiemelték, Noé újkori bárkái a botanikus kertek. Az elmúlt években még inkább felértékelődött a szerepük. Számos olyan növényfaj található ezekben, amelyek már elpusztultak, az ország botanikus kertjeiben védett és veszélyeztetett fajok egyaránt megtalálhatóak. A természet viszontagságai ellen menedéket nyújtanak számukra. A konferencián részt vett Tuzson János unokája Tuzson Balázs és dédunokája Tuzson Bence államtitkár, aki köszöntőjében kiemelte, a botanikus kertek a környezettudatos viselkedés kialakításában nagy szerepet játszanak. Van a természet szeretete, a nevelés és a kultúra továbbvitele szempontjából is egy jelentősége. Az, hogy a gyerekeinket hogyan neveljük, hogy elviszük egy ilyen kertbe, megmutatjuk-e nekik, és bizony képesek-e a botanikus kertjeink megmutatni saját magunkat és a természetet számukra, az hatással van a jövőre is. Hogyha egy gyerek beléphet ide, megnéz egy falevelet, megismer egy fát, megtanulja egy kaktusznak a nevét, annak abból a szempontból is jelentősége van, hogy milyen felnőtt válik belőle. Mert ezekből a gyerekekből lesz majd a jövő felnőttje, és a gyerekek társadalmából a jövő társadalma és jövő Magyarországa. Hogyha ezek a gyerekek szeretik a természetet, szeretik a környezetet, akkor a jövő magyarsága, a jövő Magyarországa is szeretni fogja a környezetet. A több mint 5 hektáros Nyíregyházi Egyetem Tuzson János botanikus kert ebben az évben ünnepli működésének 46. évét.
Szeptember 30-a nem csak Benedek Elek születésnapja, hanem 2005 óta a népmese napja is. A nap célja, hogy a könyvtárosok, az óvónők, a pedagógusok és a mesével foglalkozó szakemberek, valamint a mese szerető gyerekek és felnőttek ezen a napon megkülönböztetett tisztelettel forduljanak mind a magyar, mind más népek meséi felé. A jeles nap alkalmából Román István kormány megbízott közel 100 gyermeknek olvasott mesét a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárban. Gyerekkoromban szerencsém volt nagyon sok népmesét megnézni a televízióban, nagyon sok népmesét elolvasni, és nálunk a családban is szokás volt az, hogy a nagyszülőktől, szülőktől mesét hallgathattunk meg. Azt gondolom, hogy a mai nap az azért rendkívül fontos, mert felhívja a figyelmet arra, hogy azok a magyar népmesék, amelyek generáció generációra alakultak, változtak, azok nagyon sok tanulsággal szolgálhatnak a gyerekek számára, illetve nagyon nagy élményt nyújthatnak ezzel együtt. Nyilván gyerekként elsősorban az élmény része fogott meg bennünket, szóval az ember felnőttként gondolkodott el később rajta, hogy bizony az ember nevelésében is milyen szerepet játszhatott egy-egy olyan történet, aminek a tanulságait is levonta azért az ember. A hétvégén rajtol a bajnokság a női amatőr NB1 piros csoportjában. A nyitó fordulóban a nyíregyházi kosársuli a Peac Pécs Pingvinek csapatát fogadja. A mérkőzés vasárnap 16 órakor kezdődik a Szent Imre gimnázium csarnokában. A korábbi területi beosztás helyett a hétvégén rajtoló bajnokságban erősorrend szerint alakított ki két csoportot a női amatőr NB1-ben a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége. A nyíregyházi kosársuli az elmúlt szezonban elért eredménye alapján az erősebb piros csoportba kapott besorolást 13 másik csapattársaságában. Több rivális gárda élvonalbeli klub második együttese, így meglehetősen nehéz meccsek várnak Farkasinszki Gyuláni fiatal csapatára. Majdnem két hónapja készülünk. Lejátszottuk azokat az edzőmérkőzéseket, amik úgy gondolom, hogy szükségesek voltak ahhoz, hogy a csapatnál lássuk, hogy milyen úton haladunk. És igazából, hogy ez a társaság ez nagyban hasonlít az előző évekhez. Építjük be ugyanúgy a fiatalokat. A juniorok ugye azok már lényegesen több mérkőzésen vannak túl, vagy nekik már egy selejtezőt meg kellett vívniuk, hogy az országos 12-es főtáblára fölkerüljenek. Az NB1-jel pedig játszottunk már két mérkőzést, a Debrecen ellen, egyet a Szolnok ellen, tehát úgy gondolom, hogy azokat az előkészületeket, amire szükség van, azt mi megtettük. Aztán nekiválunk a hétvégén a Pécs elleni mérkőzésnek. A nyíregyháziak legrutinosabb játékosa, Farkasinszki Orsolya anyai örömök miatt kihagyta az előző szezonnai részét. A center bízik abban, hogy a fiatalok segítségével elérhetik a középmezőnyt a piros csoportban. Nagyon pozitívan várom ezt a bajnokságot. A tavaly évben ugye a fiatalok nagyon sokat játszhattak, sok játék lehetőséghez juthattak, nyilván többek közt azért is, mert nem voltak ugye az idősebb és rutinosabb játékosok. Én ugye márciustól tértem vissza, de azért az sem olyan forma volt, ami meghatározó lehetett volna. Reméljük, hogy ebben az évben azért ezt fogjuk tudni majd bizonyítani, legalábbis én a saját részemről. A fiatalok pedig azt gondolom, hogy mellé fogják tudni tenni azt, amit kell. Nyilván nincsenek azért jó ábrándjaink, tehát arra nem vágyunk feltétlenül most ebben az évben, hogy egy háromban végezzünk, de egy középmezőnyt megpróbálunk megcélozni, remélhetőleg sikerülni is fog. A nyíregyházi kosársuli Peac Pécs Pingvinek mérkőzés vasárnap 16 órakor kezdődik a Szent Imre gimnázium csarnokában. A további párosítása következő Ajka Tatabánya, TFS-e Vasas Akadémia, csatadíjese DVTK U23, Kecskemét, Pinkese, Dávid Kornél Akadémia Sziget-Szent Miklós és Debrecen Eltebeac Újbuda. A tavalyi évhez hasonlóan ezúttal is kilép a nemzetközi porondra a Nyíregyháza Blue Sharks U20-as együttese. A kék cápák fiataljai az Európai Utánpótlás Kosárlabdaliga első tornáján Kolozsváron a házigazda, a Szolnok, valamint az olasz Rimini és Rapallo ellen lépnek pályára a hétvégén. Az EEBL, azaz az Európai Utánpótlás Kosárlabda Liga több korosztályban, tornarendszerben versenyezteti a kontinens csapatait. A sorozat népszerűségét jelzi, hogy 30 európai ország képviselői neveztek a 2018-2019-es szezonra. A nyíregyháziak tavaly beugróként kóstoltak bele a fiatalok fejlődését szolgáló tornák hangulatába, idén pedig már teljes jogú részvevőként lesz ott a mezőnyben a kék cápák U20-as együttese.
Azért neveztünk, mert a tapasztalataink olyanok voltak, amik alapján szerintem hasznos a játékosaink számára, illetve mindenképpen szeretném azt, hogy egy picit belekóstoljanak a nemzetközi létbe, egy picit megnézzék azt, hogy a határon kívül milyen csapatokkal, milyen játékosokkal tudnak találkozni. Ennek több jelentősége van. Az egyik, hogy a saját erejüket ugye föl tudják mérni, és egy kicsit összehasonlítják azokkal a játékosokkal, akikkel majd nemzetközi porondon lehet találkozni. A másik pedig az, hogy azért egy picit mégiscsak szokjuk azt a légkört, ami a határon kívül található, és hát ha egy picit hamarabb hozzászoknak a felnőtt, vagy úgymond profikos állapdázáshoz, vagy esetleg jobban kedvet kaphatnak a játékosok. Lehet, hogy én egy picit álmodozó vagyok, de úgy gondolnám, hogy ez egy kicsit jutalom azoknak a játékosoknak, akik ott lehetnek. Bár a korosztály felső határa 20 év, a nyíregyháziak 16 és 19 év közötti kosarasokkal utaztak el az első kolozsvári tornára. A csapat az az U20-as csapat lesz, amelyik a Blue Sharks mérkőzések előtt az U20-as bajnokságot is szokta játszani. Az ellenfeleink pedig ugye az első találkozón a Szolnoki Sportcentrum csapata lesz, majd két olasz csapattal fogunk találkozni, és az utolsó mérkőzés pedig a helyi, a Cluj Napoca csapata lesz. Azt hiszem, hogy ez egy szép névsor, és úgy gondolom, hogy kemény mérkőzések várnak ránk. A második fordulót februárban rendezik Szolnokon, majd a továbbjutó csapatok a középszakaszba kerülnek. Zárásként egy összevont európai döntőn lépnek pályára az addig eljutó csapatok. Sorsoltak a Magyar Kupában, elkészült a labdarúgó Magyar Kupa 7. fordulójának párosítása. A megyebeli csapatok közül az NB1-es Kisvárda az NB3-as Gyöngyöshöz látogat, az NB2-es Nyíregyháza Spartakusz az NB3-as Andráshida vendége lesz, a szintén NB3-as Sínyő pedig az osztálytárs Makót fogadja. A meccseket október 31-én játsszák, a továbbjutás egy mérkőzésen dől majd el. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Egy nyertes pályázat és a LEGO alapítvány segítségével készült el a vécsei szabadtéri tanterme. Az Open Air tanterem 28 fő befogadására alkalmas, segít a csoportos munkavégzésben. A kültéri oktatás számos lehetőséget tartogat a tanuló csoportoknak, mivel a gyerekek a szabad ég alatt modern, kooperatív és élménypedagógiai módszerekkel sajátíthatják el az ismereteket. A szklerózis multiplexben szenvedő betegek 90%-a ragaszkodik az orvos által felírt gyógyszerhez. Ez a hatékonyság az átfogó gondozóhálózatnak is köszönhető. A Magyarországon jelenleg működő 32 centrum szakemberei vettek részt az idén 5. alkalommal megrendezett kongresszuson. A Magyar Neuroimmunológiai Társaság tagjainak lehetőségük volt bemutatni az új diagnosztikai és kezelési módszereket is. A trianoni békeszerződés magyarországi ratifikált változata is látható a József András Múzeum új kiállításán. Az első világháborús emlékeket felvonultató tárlaton a korabeli dokumentumon kívül emléktárgyak, jelvények, bögrék, tányérok és egy nyíregyházi huszár egyenruhája kapott helyet. A kamara kiállítás november 18-áig tekinthető meg. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták szeptember 28-án pénteken. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este várjuk majd Önöket, hétvégén pedig heti hírösszefoglalónkat, a Krónikát láthatják. Tudósításainkat elérik a honlapunkon is. Köszönöm figyelmüket, a viszontlátásra! Holnap változóan felhős időre számíthatunk, kisebb esővel. Eleinte még anticiklon alakítja térségünk időjárását. Estétől észak felől egy fokozatosan gyengülő hidegfront éri a Kárpát-medencét. Szombaton a front már el is hagyja hazánkat. A fagymentes éjszakát követően az ilyenkor szokásosnál alacsonyabb maximum hőmérsékletre számíthatunk. Az előttünk álló éjszaka eleinte derült idő várható, majd erősen megnövekszik a felhőzet. Szorványosan zápor is előfordulhat. A délnyugati, majd az északira forduló szél időnként megélénkül. Reggelre általában 9 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben változóan felhős idő várható több-kevesebb napsütéssel. Helyenként előfordulhat kisebb zápor.
az északi szél megélénkül, időnként megerősödik. Délutánra 15 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincsen térségünkben. Vasárnap döntően anticiklon, a benne uralkodó leszálló légmozgás határozza meg térségünk időjárását. Délkeleten, keleten fordulnak elő helyenként felhősebb körzetek, másutt napos idő lesz a jellemző. Hétfőn, illetve kedden egy hidegfront hatására többször megnövekszik a felhőzet, helyenként esőre, záporra is számítani lehet. A hét közepén egy magas nyomású légköri képződménynek köszönhetően sok napsütésre van kilátás. Péntektől újból nedvesebb léghullámok érhetik el a Kárpát-medencét.